Drámai vallomást tett az édesapjáról Kovács Kokó István. Kilépett a családból, az unokáit sem látta. Kovács Kokó István eddig nem hallott részleteket árult el arról, milyen volt az édesapjával való kapcsolata. Az utóbbi időben főállású apaként éli a mindennapjait, ugyanis a két nagyobb gyermekére a sportolói múltja miatt nem tudott annyi időt szánni, ezt a hibát pedig a két kisebbel már nem akarja elkövetni. Az olimpiai és a világbajnokok ölvívó nem gyakran beszél a magánéletéről, ám ezúttal kivételt tett, elárulva, hogy az édesapjával a halál előtt nem beszéltek, az pedig az unokáit sem látta. Kokónak nehéz gyerekkora volt, nem is emlékszik rá, hogy 14 éves koráig találkozott volna az apjával. Nincs apaképem, 14-15 éves koromban visszatért, mert akkor a húgom már megszületett. Amikor 4-5 éves volt, oda költözött egy másfél évre. Talán ez tette a legrosszabbat a mi kapcsolatunknak. Ha egy 14 éves gyereknek hirtelen megjelenik az apja, aki megmondja, hogy hányra kell hazajönni, meg beleköt egy csomó mindenbe, az konfliktusokkal jár, jelentette ki a Klubrádióban Kokó. Én önálló lettem 18 évesen, és ő sem lépett az irányomba. Én most már pontosan tudom, hogy egy gyermek haragudhat az apjára, de egy apa sohasem haragudhat a gyermekére. Egy apa felelős azért, amit teremtett, és a gyermek olyan lesz, amilyennél ő teremtette, amilyennek ő nevelte. A gyermek magában hordozza a változás lehetőségét, és ő másként gondolhat a világról, neki lehet elképzelése arról, hogy az apja egyébként hogy viselkedik, hogy jó apa vagy nem jó apa. De egy apa nem tagadhatja ki a gyermekét. Nem tudom, engem kitagadott-e az apám vagy nem, de én nem beszéltem vele az élete utolsó pár évében. Vallotta be Kokó Kadarkai Endrének, hozzátéve, 18 évesen elköltözött otthonról, majd utána még körülbelül 20 évig élt az édesapja, és beszélő viszonyban is voltak, de nem sikerültek jól a találkozók. Ő továbbra is apaként akart viselkedni egy olyan gyerekkel, akinek ő soha nem volt az apja. Biológiailag igen, de azt a fajta apai szerepet, amit én most betöltök a családomban, a két nagyobb és a két kisebbik fiamnál ő sohasem vállalta, mesélte Kokó. Mint mondta, a világra szóló sikereit még megélte az apja, jegyet is kért a meccseire tőle, de aztán sohasem beszéltek. Az unokáit sem látta, azt se tudta szerintem, hogy én hol lakom Budapesten. Nem volt kapcsolatunk, ő kilépett a családból, és bár a húgom miatt visszajárt, de se velem, se a bátyámmal nem alakult ki a kapcsolat, magyarázta Kokó, aki örült volna a gyermekei születésekor, ha azok olyan családban nőnek fel, ahol nagyapa és nagymama is van. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.